Köszöntelek benneteket! Hétfőn átmenetileg megnyugszik időjárásunk, ez azt jelenti, hogy nem lesz csapadék, kevés lesz a felhő és sokat süt majd a nap. Kettől kezdve viszont újra növekvő eséllyel lehet zivatarokra számítani. Az előrejelzett felhőképen látható, hogy a tegnapi zivatarokat okozó frontrendszer kelet felé elhagyta térségünket, azonban itt a Kárpát-medence térségében még sok a felhő, az éjszakai órákban a déli ország részben ebből még lehet újabb csapadék is. Aztán hétfőn napközben anticiklon erősödik meg a térségünkben, emiatt csökken a felhőzet és a csapadék is. Éjszaka az északi ország részben kevés lesz a felhő, délen viszont lesznek erősen felhős tájak is, és ott továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, bár egyre kevesebb számban. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul majd, a melegebb a déli ország részben lesz, ahol sok lesz a felhő. 15 foknál hidegebb, legfeljebb kevés helyen az északkeleti völgyekben fordulhat elő. Ahogy már mondtam, holnap napközben sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, kevés felhő lesz csak az égen, 26 és 31 fok közé melegszik fel a levegő. A Fertő térségében az északi, a Tiszán túlon pedig az északkeleti szelet kísérik olykor erős lökések. Kedden továbbra is több órára kisüt majd a nap, de akkor a délutáni és esti órákban helyenként már kialakulhatnak záporok, zivatarok, és pár fokkal emelkedik a hőmérséklet. Szerdán és csütörtökön viszont már több helyen lehet zivatarokra számítani, időjárási front nem lesz felettünk, a nedves, labilis állapotú légtömegben lokálisan alakulnak majd ki záporok, zivatarok, ezek alakítják majd az időjárást. A csúcshőmérséklet pedig 30 fok körül, vagy kevéssel 30 fok alatt alakul majd, tehát a füllesztő kánikula egyelőre nem fog visszatérni. Ezzel megköszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!